A költségvetésről és a konkrét számokról csak annyit, hogy 31 milliárdos főösszeg szerepel benne, és sajnos ez nem jelenti egyben azt is, hogy ez korlátlanul felhasználható lenne. Annak döntő többségét a kötelező feladatokra kell költeni, és mindössze a 15 ával lehet szabadon gazdálkodni a városnak. Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester szerint a költségvetésünk legfontosabb üzenete az, hogy a város fejlődni fog, Gyarapodni fogunk. Mielőtt rátérnénk a költségvetés részleteire, szeretném elmondani, hogy nagyon örülök mindig, amikor a sajtó a város költségvetéséről kérdez, hiszen mi eldöntöttük a Rajtói Város Egyesület városvezetése eldöntötte, hogy olyan őszintességgel szeretnénk a város gazdasági ügyeiről beszélni, mint ahogyan a szomszédok beszélgetnek egymás között. Ennek egy nagyon fontos állomása az, amikor elfogadjuk a költségvetést, hiszen a város költségvetése az, amiben meg tudjuk határozni azokat a kereteket, ami egész évben adott. Az idei évben meg kell küzdenünk az energiaválsággal, de nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy nem egy válságkezelő költségvetést alkottunk, hanem egy olyan költségvetést, amiben megküzdünk a gazdasági válsággal, az energiaválsággal, és egyben utat mutatunk a város fejlődésében. A nehéz gazdasági helyzet ellenére is több fejlesztést tartalmaz a költségvetés. Ezeket a hazai fejlesztési forrásokat szeretnénk közvetlenül az Európai Unióból érkező forrásokkal kiegészíteni, és az a célunk, hogy az idei évben azokból a nehézségekből, amik mindannyiunkat érnek az energiaválság miatt, a lehető legkevesebbet érezzék a városlakók. Az idei fejlesztések sorában olyan tételek szerepelnek, mint például új parkolók létesítése, a közvilágítás fejlesztése, közösségi tér és közösségi internet kialakítása, játszótér és felnőtt kondipark építése, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, a piac tetejének felújítása, temetői ravatalozó bővítése. Sor fog kerülni energetikai beruházásokra az úszodában, de megvalósul a könyvtár és az MMK napelemes beruházása, illetve folytatódni fog az északi lakóterület csapadékvíz elvezetési programja is.